És amit hiszel, az fog megtörténni az életeddel. És ha mondjuk megnézem azt, hogy emberek, keresztények, hogy élnek, és az életvitelükben mi van benne, akkor azt mondom, hogy nagyon rosszul hisznek. Valamit másképp hisznek, mint ahogy kéne hinni. Valamit változtatni kell. És mi az, amit változtatni kell? A gondolkozást. Az, hogy mit tudok, hogyan gondolkozok. Ezek alap dolgok, emberek. Ez a Krisztusban. Különben nem fogod, csak megint fogalommá fog válni neked. Hiába vásárolod meg a CD-t, csak ilyen fogalmak maradnak meg benned, hogy Krisztusban most kik vagyunk. Nem. Ez a lényem. Ez az identitásom. Én nem... amikor hallgatod az igét, vagy ezzel kapcsolatos igazságokat, akkor nem az van, hogy én majd az leszek. Nem. Én most az vagyok, csak maximum még nem tudtam arról, hogy ki vagyok. De én már most is az vagyok. Én nem a jövőben van bennem az, hogy ez majd, ha mindent jól megértek az igéből, most így hallgatom, hogy de jó lesz, ha olyan leszek. Nem, én az vagyok, aki leszek. Én most is az vagyok. Mert ezt Krisztus adta nekem, hogy az legyek. Értitek a gondolkodásmódot? Meg kell változtatni. Itt tudsz kijönni a szegénységből, a betegségből, az átkokból. Mindenre ez kihat. A gondolkodásod. Figyelj ide, például a betegségekkel kapcsolatban. Most például egy helytelen gondolkodást hadd mondjak a betegséggel kapcsolatban. Vagy az, mondjuk a szegénységgel kapcsolatban. Azt mondja az ember, hogy amikor Krisztus megváltotta az embert, megváltotta különböző dolgokból, akkor azt mondja, hogy nézd meg a hozzáállást. Krisztus szegény élet, hogy én az én szegénységemmel, pedig ő gazdag volt, hogy engem ugye megvált a szegénységből, hogy gazdagságra, ugye? És azt mondja az ember, hogy én a Krisztusnak az áldozata által a gazdagságot meg akarom ragadni. Tehát magyarán mit mond ezzel az ember, amikor így gondolkodik? Hogy ő nem gazdag, hanem szegény. Na ha te úgy gondolkozol, hogy szegény vagy, és a gazdagságot akarod, akkor ezzel te bele tapasztod magad a szegénységbe. Értitek? Ehelyett úgy kéne gondolkodni, hogy én gazdag ember vagyok, mert Krisztus megváltott, csak ez még nem látszik. De értitek a gondolkodásmódot? Mert ugyanúgy a beteg embernek is nem az identitása, nem az, hogy egészséges legyek. Nem! Én Krisztus engesztelő áldozata miatt én egészséges vagyok, maximum tünetek lehetnek a testemben. De én nem azonosulok a tünetekkel, meg a betegséggel, mert mihely az azonosulásom megtörténik, mert egy felesleges harcba visz bele az ördög. Mert neked te meg akarod harcolni, hogy gazdag legyél. Meg akarod harcolni, hogy egészséges legyél. Meg akarod harcolni, hogy áldott legyél. Meg akarod harcolni, érted azokat az áldásokat, amit Krisztus átadott neked, ami ő benne már ott van. Érted? Meg akarod harcolni, hogy szent legyél. De hát azt mondja, hogy szent vagyok. Mit ha, érted? Na akkor egy rossz gondolkodás már meghatározza. Na és akkor most jövünk a következő, ugye? Rossz gondolkodás, rossz hit, rossz tapasztalat, és mondok nektek valamit, rossz harc. Egy felesleges rossz harcokba vagy benne. És harcolsz, nincs áttörés. Hát persze, hogy nincs, mert ez nem az a harc. Hát nem azt mondta Pál apostol, hogy a hit harcát megharcoltam? Mi a hitnek a harca? Hogy most az enyém. És én azt harcolom meg, hogy ez láthatóvá váljon. De az az enyém, ez már most az enyém. Értitek? De hogyha én úgy harcolok, hogy az még nem az enyém, és én meg akarom harcolni, hogy az enyém legyen, hát akkor mennyi rossz harcba vagy benne. Az nem is fog áttörést eredményezni az ember életében. Ezért beszél arról Pál apostol végig, az áldások már a miénk. Mi már rendelkezünk áldásokkal, mindennel meg vagyunk áldva. Értitek, hogy megajándékozott bennünket az Isten. Szentek vagyunk, igazak, tökéletesek vagyunk. Értitek, hogy a hit harca az mi? Hogy ezek már most a miénk, ezen már most azonosulok,
És ezt vitelezem ki, hogy ez megtörténjen. Értitek? De ez már a látható világban történjen meg, mert a láthatóban ez már az enyém. És Pál apostol azt mondta, egy harcot harcolhatok, a hitnek a harcát. Az összes többi harc az rossz harc. A hitnek a harca meg az, hogy az már a tied most. A hitnek a tárgyai, a tied most. A gyógyulás már most a tied, már most az egészség a tied, már most az áldás a tied, már most a gazdagság a tied. Azt neked nem kell megszerezni, és Jézus is néz, érted, és figyel az atya téged, Jézus is, és beszélnek, mit harcol? Hát én se tudom. Hát mit harcol? Hát nem erről volt szó. Hát nem tudja szerencsétlen, mit csinál. Küldjük oda a Szent Szellemet. Adjon kijelentést neki. Hadd hallgassa az igét most. Igét hadd hallgassa. Hogy tudja meg, hogy mit csinál valójában. Mert ezt csinálja ez a rókafogta csuka, meg a csukafogta róka. Értek? Egy olyan körforgásban van benne az ember, és akkor 100 éves korában meghal, felmegy a mennybe, és rádöbben arra, hogy hát elment az életidőm ezzel a felesleges rossz harcokkal. Na most kapsz egy jó gondolkozást, és akkor elkezdesz jól. Hát nyilván ez most attól, hogy most 1-2 óráig ezt hallgatod, ez nem biztos, hogy így áttörik. Ez nyilván sokszor, többször kell, amíg a kérgeit az agynak, nem az agynak, hanem az elmének megszántja, végig szántja, nem csak a felületét kapargásza az ember, hanem teljesen, mert ilyen a mi lelkünk, mint a Zsoltárokban, amikor le van írva, hogy végig kell szántani, tudod, mély barázdákat kell vetni, tehát hogy ez teljesen beépüljön az embernek az életébe. Egyébként az agyba is, ugye úgy van az a gondolkozás is, úgy van, hogy az agyba barázdákat vet, és annál mélyebbek, minél jobban beül a gondolat, meg egy gondolkozási struktúra, rendszer, az annál mélyebben barázdákat vés. De emberek, van egy jó hírem. Ha a szegénységnek, az ördögnek a gondolatai voltak benned, a Szent Szellem az rámegy az agykérgedre, és új barázdákat szánt, hogy új gondolkozásod legyen. Tudjátok, milyen jó a keresztény élet? Az tele kell lenni örömmel. Hát igazság van. A keresztényet az az öröm, az új bornak az időszaka van. Hát nekünk a Jom Kipurunk ma nagyon olyan jó dolgot mondott ma is, hogy mondott egy olyat, hogy a Jom Kipur után jön a sátorok ünnepe. A sátorok ünnepe az egy öröm, olyan örvendezés, amit a jövő áldásai, hogy nekünk ugye arról beszélt, hogy milyen okaink vannak az örömre, és az egyik ok a jövőben levő áldások és ajándékok. És azt mondja, hogy ez a sátorok ünnepénél, amikor kijött a főpap, és ugye az áldás, tehát a következő évnek az áldásával ugye megáldotta őket, és azt mondja, hogy ugye, tehát azt még nem vették birtokba, de hiddel már örülniük kellett, hogy mit fognak majd kapni a következő évben. És várjál, egy olyat mondott, hogy ugye a Jom Kipur után jön az áldásnak az időszaka, az örömnek az időszaka. De figyelj, nekünk már megtörtént a Jom Kipurunk 2000 évvel ezelőtt. Tehát az engesztelés egyszer és mindenkorra megtörtént. Ez mit jelent? Hogy azóta folyamatosan sátorok ünnepe van az életünkben. És mindig örvendezünk, mert a jövőben a jövő áldásai fognak ránk szállni. Mit vársz a jövőtől? Áldásokat! Áldásokkal teli! Évvége! Áldásokkal teli! 2013-as év. De akkor nem olvastam a politikai eseményeket, a Matolcsi csomagot, meg a... Kit érdekel? Persze annyira kell, hogy érdekelni, hogy közben járjunk és imádkozzunk. Tehát a közéleti eseményeket, mert ugye ez nagyon nagy romlásban. De a személyes életbe, azt mérszíted, olyan az Isten, aki azt mondja, hogy én megáldanálak téged, de a Matolcsi csomag miatt.
képtelen vagyok rá. Az én minden hatóságomat is. Alá bombázták a csomagokkal. És ezt én se gondoltam volna. Biztos, hogy nem így van. Tudod, mit csinál az Úr a mennyben? Amikor látja, hogy törvényeket hoznak. Mit olvasol a Zsoltárok 2-ben? Mit csinál? Nevet az Úr! Mert tudja, hogy ez sem tudja megakadályozni az ő minden hatóságát a te életedben. Egy dolog tudja őt akadályozni a minden hatóságában. Te! A magad életére. Tehát az te vagy. A te gondolkozásod. Hogyan gondolkozol? Na, mit csináltunk mi? Meghaltunk. És felszabadultunk a bűn alól. Figyelj, utána mit mond? Ha pedig meghaltunk, hisszük, hogy élünk is ő vele. Most, kivel élsz? Krisztussal. Krisztussal élünk, ő vele élünk. Akkor mi a bajod, ember? Krisztussal élünk. Mi a bajod tulajdonképpen? Nehogy úgy járjál, mint Izrael fiai, hogy annyit panaszkodsz. És az, azt mondja, hogy ott van vele, velük az Úr, ott volt, a sivatagon, a pusztában, és az, hogy meghallotta, hogy panaszkodnak, zúglódnak. És küldte a mérges kígyókat. A Izrael fiaira. Miért? Mert meghallott, hogy zúgolódnak. És azt mondja, mit csinálnak ezek? Hát itt vagyok velük. Mit zúgolódnak? Mit panaszkodnak? Vigyázzál, hogy hogyan beszélsz, mert veled van az Úr. Együtt jársz az Úrral. Vigyázzál, hogyan beszélsz. Vigyázzál, mit mondasz, mert meghallja, és akkor megkapod a magadét. Nem szabad. Neked úgy kell gondolkodni, hogy veled van az Úr. Hát gondolj, Izrael fiai, hogyha így gondolkodtak volna, hát látták, ez a természetes agy, ész, gondolkozásmód, hiszen ki akarja zárni, mindig ki akarja zárni az Urat. Mint hogyha nem lenne velünk. De veled van, velem van. Úgy kell beszélnünk, úgy kell mondanunk dolgokat, hogy ő ott van, azt mondja, együtt járunk, tudjuk, hogy ez így van. Nem érezzük, ezt nem érezni kell. Néha jó, de nem kell. Az első az, hogy tudjunk róla. Hát olyan tudattal kell élned, hogy Isten veled van. Velünk van az Úr, ebbe tudatába kell lenni. Tudatunkba kell lenni, hogy velünk van az Úr. Velünk van az Úr. Együtt járunk az Úrral. De hisszük, hogyha meghaltunk vele, és azonosultuk, látod, azt mondja, hisszük, hogy élünk is ő vele. És látod, erre mondtam azt, hogy nem tudod hinni, ha rosszul gondolkozol, nem tudsz ebbe hinni, hogy veled van az Úr. Pedig ez lenne az alap. Tehát itt kezdődik az, hogy Krisztusban jársz. Úgy gondolkozol, hát ez az alap, hogy Krisztussal együtt élsz és jársz. Mi a harmadik, amiről tudni kell? Érdekes? Meg fogjátok változtatni a gondolkozásotokat? Mi a harmadik, amit tudni kell, biztosan kell tudni? 9. verszak. Tudván, és látod, megint ráépül az előzőre. Tehát ezért fontos az alapokat, ezért kezdődik a vízkerességtől az egész, mert ott öltöztük fel a Krisztust, és ahogy ott gondolkodunk, az fogja meghatározni, hogy mi mit tapasztalunk meg ebből az életből, tehát a Krisztusban levő életből, mi jut el hozzánk. Tehát a harmadik. Tudván, hogy Krisztus, aki feltámadott a halálból, többé meg nem hal. Mit kell tudnom? Az, hogy Krisztus soha az
életben nem fog meghalni. Ez azt jelenti, hogy Krisztusra az ördög nem tudja megérinteni az ördög Krisztust. Mert a halál ugye az a bűnnek a következő, a bűn meg a sátánnak a terméke, és ő maga állította elő a bűnt. Ő hozta létre a bűnt, ő találta ki, ő lett bűnössé. De figyelj, azt mondja, a halálból feltámad, többé meg nem hal, nem uralkodik rajta a halál. Miről van itt szó? Arról, hogy Krisztust soha, soha és soha az egész örökké valóságig a halál uralma alatt, az ördög uralma alatt nem tud lenni. Nem kerülhet. Egyszer szolgáltatta ki Isten őt. És utána soha többet nem tud. A feltámadása miatt soha többet nem tud az ördögnek a hatalma alá kerülni. Nem tud rajta uralkodni az ördög, a bűn, a halál, és minden, a bűnnek minden következménye nem tud rajta uralkodni. Figyelj! Mert hová akarok kiukadni ezzel? Figyelj, tizedik versza. Mert hogy meghalt, a bűnnek halt meg egyszer. Ezt mondtam az előbb. Tehát egyszer meghalt, egyszer az a bűnnek halt meg. És azt mondja, hogy pedig él, az Istennek él. Tehát most Krisztus egy teljesen elkülönülve az Isten számára él. Tehát az ő létezése, az ő élete az az Isten számára van. És az ördög nem nyúlhat hozzá. Az ördög nem befolyásolhatja. Semmilyen befolyás, semmilyen érintés, semmilyen hatást nem tud tenni. Ezért mondja a Jakab levele, ugye, hogy nem kísérthető. Tehát még nem is tudják megkísérteni. Ő most már a halál, nem, például ő feltámadt a halálból a testében, és most a teste nem 2000 éves múmiára hasonlít. Értitek? Mert nincs. Tehát ő, de ne olyan 2000 éves embert képzeljetek el, mint ami fizikai testünknél való 2000 év valami hatása így lenne. Ő független ettől a rendszertől, amit az ördög befolyásol. Teljesen független. Teljesen el van különítve ettől. Nem tud hozzáérni, nem tudja leuralni. Sőt, fordítva van, de azt majd később. Tehát fordítva történik, hogy a Krisztus az, hogy föltámadt, egy sokkal nagyobb élet, sokkal nagyobb hatalom lett már az ördög fölé került ezáltal a hatalom által, és az emberek számára elérhetővé tette ezt a hatalmat és ezt az erőt. Ezt kell tudni. Ez a háromszor egy, vagy egyszer három. Tehát ez a harmadik, hogy a Krisztus egy olyan állapotban van, egy olyan helyzetben van, egy olyan létezési fajtában van, hogy arra az ördög, a halál, különböző befolyások nem tudnak hatni. Semmit nem tudnak hatni. Tehát magyarán neki nem olyan az életérzése Krisztusnak a mennyben, mint neked. A munkahelyeden, otthon, híreket hallgatva. Ő nem szomorkodik így. Ő nem esik depresszióba. Nincs miért. Problémák. Nincs probléma. Gondold el, milyen életérzés lehet ilyen, így élni. Legyőzte a halált, egy győztes, sikeres, kudarcoktól mentes. Gondold el, milyen életérzés lehet. Nincs probléma, nincs ki nem fizetett számla, hitel, ilyen dolgok, olyan dolgok. Ő nem esett össze a világ mindenség problémái, a Földnek a problémája, az emberiség által okozott zűrzavaroktól nem esett össze, nem lett migrénes fejfájása, nem esett depresszióba, nem vonult el. Azt mondtam, most már elegem van ebből az egészből, amit itt csináltok.
Nem lett semmi ilyesmi. Neki egészen más az életérzése. Egy folyamatos derű, vidámság, szabadság, siker, egy győzelem, de mindig győzött. De amikor átmenetileg, az csak egy ilyen átmeneti, hogy hívják, hogy az ördög hadd higgye azt, hogy ő győzött átmenetileg, de ott is győzött az Úr. Minden, tehát egy győztes. Ő mindig győzött, mindig ő nyeri a meccseket. Hát gondol ezt az életérzést. Mindig az ő cuccait vásárolják. Hát gondolom, most így a, érted, most a kereskedelembe, vagy értek, tehát mindenkinél mondjuk az adott munka területen, amit csinál, hogy mindig az van, ami ő, tehát ő csinálja a legjobban. És ezt az életérzést gondold el. És az állandó neki. Nincs olyan, csak átmenetileg sikerült egyszer. Ez folyamatos neki. Gondolom az életérzését egészen más, mint a miénk. És független az ördögtől, most már Istennek él csak. Istené csak az ő élete, a létezése. Legyőzte a halált, a poklot, minden, a kulcsok ott vannak. Az ő kezébe tartja a kulcsokat. Pokolnak, halálnak a kulcsait. Tudod, hogy miért? Na, hogyha még most idézelben mondom, hogyha olyan állapotba kerülsz, hogy úgy érzed, hogy pokolba, ott van nála a kulcs, kinyitja, kihoz onnan is. Na figyelj, hogy ez Krisztusra vonatkozik a tudásunk, tehát a gondolkozásunkra, ilyen Krisztus kép legyen benned. És utána a következő, a negyedik, amit tudnunk kell, a 14. versszakban van, és itt nagyon, tehát több versszakon keresztül emeli ki ennek az igazságát az életünkre vonatkozóan. Azt mondja, hogy a Krisztus, tehát hogy ez történt vele, azt mondja, a 14. versszak, ezen képpen gondoljátok ti is. Tehát most jön az, amit erre kell ráépítenünk, tehát ezt a tudást, ezt teljesen be kell itatni az életünket, elménket, és azt mondja, hogy ezután gondoljuk azt, tehát megint egyel emeli a tétet Pál apostol, és azt mondja, hogy ha már ezt tudjuk, hogy mi van Krisztussal, azt mondja, gondoljátok azt ti is, hogy ti meghaltatok a bűnnek. Nézd már, megint mondja azt, hogy meghaltatok a bűnnek. Látod, ez hányszor ismétli? Mert azért, mert ahogy ismétli, akkor ül be az emberbe. Ezt megvallássá kell tenni nekünk is az életünkbe, hogy mi meghaltunk a bűnnek. Mi meghaltunk a bűnnek. Ez minden nap, amikor felkelsz, hogy tudatosodjon teljesen. Tehát meghaltatok a bűnnek. De figyelj, de éltek az Istennek, a mi Urunk Jézus Krisztusban. És ugye azt beszéljük, hogy kik vagyunk Krisztusban. Hogyan gondolkozunk Krisztusban? Mi van velünk Krisztusban? Azt mondja, élünk az Istennek. Ahogy, hogy fejeződött be az először, az előző mondat? Hogy pedig él az Istennek, él. Mit mond most velünk kapcsolatban? Hogy gondoljátok ti is, hogy Krisztusban éltek az Istennek. Tehát, hogy Krisztus él az Istennek, mi is, én is a Krisztusnak élek, az Istennek élek. Az én életem is a Krisztusnak van. De ez jön egy következő, tehát ahogy az előbb állítottuk Krisztusnak, hogy ő hogy élt az Istennek, hogy él az Istennek? Úgy, hogy az ördög már nem tud hozzáérni, mert föltámadt a halálból, és a halál többé nem uralkodik. És ő azt mondja, hogy én is gondoljam azt, hogy én Krisztusban az Istennek élek. De akkor ez következik az, hogy nem tud hozzám érni az ördög. Nem tud hozzád érni az ördög. Nézd meg, egy gondolkodás. Ez nem ilyen nagy hitet kell kifejtened ennek a alkalmazására és a működésére, hanem először a tudatodba, a gondolkozásodba. És leomlanak, és most már kezded érteni,
hogy például Pál apostol, amikor 2 Korintus 10-ben azt mondja, hogy erős fegyvereink vannak, hogy leromboljanak erődítményeket az elménkbe, magaslatokat, erődítményeket, gondolatokat, amelyek lázadnak Krisztus ellen. Hát ezek, értek, hogy ne értsük ezeket meg, hogy ne fogjuk föl, hogy kimaradjunk Isten áldásaiból, hogy ne tudjunk növekedni, fejlődni Krisztusban, hogy megmaradjunk azon a szinten, ahol az ördög ide-oda rugdoshat bennünket, és azt csinálta, amit akar, közben pedig arról lenne szó, hogy hozzánk nem tudna érni, hogyha ezt tudnánk. Hogy a halál nem tudna rajtunk uralkodni. Az ördögnek a fegyverei kapitulálna az ördög. Hát ez az igazi világosi fegyverletétel. Amikor ez a világosság behatol a tudatodba, elkezdesz így gondolkodni, és az ördög már teszi le a fejét. Most, hogy hallgatod ezeket a dolgokat, már az ördög már a fegyvereit már teszi le. Azt mondja, hogy itt, veled kapcsolatban, ha te így fogsz élni, nem tudom, mi érinteni se. Nagyon nagy kincsek vannak elrejtve az igébe. Olyan kincses bányát kaptunk. Az nem unalmas az Isten igéje. Az lüktet, az él. Energia van benne. Be akar jönni az életedbe, és véghez akarja vinni az Istennek az igazságait. Ezenképpen gondoljátok ti is! Meghaltatok a bűnnek, de éltek az Istennek. És figyelj, hogyan folytatódik. Ne uralkodjon tehát a bűn a ti halandó testetekben. Látod, hogy mondja ezt nekünk, hogy nem szabad, nem kell, hogy uralkodjon. Miért uralkodik? Mert nem ezzel a tudattal élünk, gondolkodunk. Mert nem újítjuk meg az elménket, nem vagyunk hajlandóak munkát kifejteni, megvallásokat tenni, ismételni ezeket az igazságokat, és a tudatlanságunkat kihasználva tud csak a bűn uralkodni, emberek. Ezt jegyezd meg jól. A tudatlanság által próbál az ördög, csak a tudatlanság miatt tud uralkodni rajtad. Hát nézzétek meg a diktátorokat is, mindig, amikor átvesznek egy országba, ugye diktátor lesz, mi az első, amit csinál? A tudás, tehát olyan emberek, akik értelmiségiek, azokat elkezdik ölni, gyilkolni, mert a tudást, mert a tudatlanságba tudnak diktátorok lenni. Hát ez a ördögnek a természetét, tehát jön le és csinálják. Hát ugyanezt csinálja az ördög is a láthatatlan világban. Na azt akarja, hogy igénytelen legyél a tudás szempontjából, ne tanuljál, nem kell tanulni, nem kell gondolkodni az igét, nem kell tanulmányozni az igét. Persze, mert ha te ezt el is hiszed, nem is csinálod, akkor ő azt csinál, amit akar az életedben. Ezért nem szabad igénytelennek lenni a keresztény életben, tehát a értelem felől, tudás felől. Ez egy nagyon-nagyon-nagyon kell tanulni, ismeretre szert tenni. Ez világi ismeretekre is vonatkozik, de főleg az Isten igéjére. Nem szabad, tehát igénytelennek legyünk ezen a területen. Nincs érettségid, menj el, tanuljál. Legyen érettségid. Nincs szakmád, menj el tanulni szakmát. Kezdjél el tanulni. Ne hagyd abba a tanulást. Az fontos, hogy legyen tanulás az életedben. De azt mondod, mikor? Ne kifogásokat keres. Mert ezért nem jut előre az életed, mert mindig, érted, olyan kérdést teszel föl, ami számodra úgy tűnik, mintha az egy nagyon nagy frappáns kérdés lett volna, és közben ezek akadályozzák az életedbe az előre haladásokat. Nem szabad igénytelennek lenni. Harcolni kell a szellemi, a lelki, fizikai igénytelenséggel szemben.
értelmi igénytelenséggel szemben, mindent. Tehát ez fel kell venni a küzdelmet, nem szabad ennek engedni. Tehát ne uralkodjon tehát a bűnati halandó testetekben. Látod, hogy engedjetek neki az ő kívánságaiban. Tehát ez már nem kötelező. Neked már nem kell engedned. Értitek? De mégis ez úgy jön az embere, hogy azt akarja elhitetni, hogy te nem tudsz más csinálni. Te kénytelen vagy ezt csinálni. De nem vagy kénytelen. Meg kell változtatnod a gondolkodás módodat, mert nem vagy kénytelen. Mert Krisztussal meghaltál. És az az éned, ami élt addig, az meghalt, ami alá volt vetve a bűnnek, a halálnak, amin keresztül addig tudott az ördög befolyásolni téged. De feltámadtál, élsz, most már az életed, az Istennek éled, és nem kell, hogy engedjél a kívánságaiban a bűnnek, a testednek a kívánságaiban, mert győzelmet kell, hogy megtapasztaljál. És ha így gondolkozol, akkor automatikusan fogsz győzelmet tapasztalni. Mert ezt neked nem tudod. Ugye Pál apostol utána mondja, hogy öldököljük meg a tagjainkat. Ezt csináljuk, azt csináljuk. De tudjátok, hogy sokszor miért nem működik a keresztényeknek? Öldöklik, böjtölnek, mindent csinálnak, és azért nem működik, mert nem tudják. Tehát ezt együtt kell, a cselekedet és a tudás, az együtt kell, hogy legyen. Tehát tudatlanul nem tudsz cselekedni. Mert Pál apostol azt mondja, hogy ez olyan, mint hogyha a boxoló az a levegőt vagdossa. Tehát ilyen az, amikor tudatlanul cselekszik az ember szellemi cselekedeteket. Az olyan vagdosás. Egyszer-egyszer bejön, mert az véletlen. De igazából tehát tudatosan kell csinálnod. Ez egy technikák, amiket itt leír. Az egy tudatos technika, alkalmazása. Amit meg kell ismerned, fel kell fognod, és el kell sajátítanod az életedre. És azt mondja, hogy ne engedjél az ő kívánságaiban, ne engedjetek, se ne szánjátok oda a ti tagjaitokat hamisságnak a fegyvereül a bűnnek, hanem szánjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek. Hát ott megint azt mondja, a halálból életre keltetek. Mit mond? Szánjátok oda. Tehát először tudnom kell, hogy ki vagyok én, és az odaszánásom akkor lesz áldás, akkor lesz következménye az odaszánásomnak. Mert lehet odaszánnom a bűnnek is magamat. Tehát itt nem az odaszánás, az egy tudatosan ismeretből kell, hogy történjen. És azt mondja, hogy szánjuk oda magunkat az Istennek, ahogy a halálból felkeltünk, tehát hogy élünk az Isten számára, és most figyelj, a tagjaitokat igazságnak fegyvereül az Istennek. Mert a bűnti rajtatok nem uralkodik. Hogyan kell gondolkodnom itt? Mit mond Pál apostol? Azt mondja, hogy az én tagjaim, a nyelvem, a szám, a gondolataim, az elmém, a kezem, a testem, ez fegyver. Ez az igazi fegyver, ez az igazságnak a fegyvere vagyok. Az én tagjaim, az igazságnak a fegyverei. És azt mondja, oda szánom magamat az Istennek, akkor a nyelvemet elkezdi használni az Úr. És elkezd olyan igazságokat kimondani, hogy lerombolom az ördögnek a munkáit. Elkezdek olyan cselekedeteket csinálni, hogy lerombolom az ördög munkáit. Elkezdek a hangomat, amikor elkezdek beszélni, akkor a Szent Szellemnek a kenete rászáll a hangomra, és átmegy, ahogy jön megy a hangom, megy a Szent Szellemnek a kenete is, és elvégzi a munkát. Érzitek, hogy ezt így kell, mert ez jelenti azt, hogy fegyver vagy. Fegyver vagy. Az igazságnak a fegyvere vagy. Így kell gondolkodnod. Hogy az, hogy feltámadtunk a Krisztussal együtt, az azt jelenti, hogy a tagjaink fegyverek lettek. Ezt akarja használni. Te egy igazi halálos fegyver vagy az ördög számára. Egy igazi fegyver, és az ördög azt nem akarja, hogy tudjad, hogy ki vagy te valójában. Nem akarja, hogy tudja, hogy te egy ilyen fegyver vagy. Hanem ezt így megpróbálja elbújtani. Nem, hát az nem olyan.
érti, nem tud olyan hatást kiváltani, nem alkalmas, ugye ez az alkalmatlanság érzések, kisebb rendűségi érzések. Ez ilyen, te alkalmatlan, ez nem működsz, te nem működsz. Ugye, hogy a fegyverem mondjuk, hogy nem működik, nem működsz. Különben is csináltál olyan dolgokat, meg amolyanokat, te alkalmatlan vagy erre. Elhiszed ezt, és nem használod fegyverként a tagjaidat. Pedig itt, hogyha itt mindenki elkezdené használni a tagjait fegyvereknek, tudod, hogy milyen munkákat, az ördög milyen munkáit trombolná le Isten rajtad keresztül? Az életedbe, emberek életébe. Nagyon nagy hatások tudnak lenni. De te azt mondod, de hát én. Hát persze, hogy te. Miért egy szamár tud használni, az Isten téged ne tudna használni? Nem? Hát nézzétek meg, hát hogy érted, hogyha ilyen így tudta használni Isten azokat, hát bennünket ne tudna. Hát mi az új szövetségben vagyunk benne, mi nem szamarak vagyunk, mi Isten gyermekei vagyunk. Ne, az Isten a saját gyermekeit ne tudná használni? Dehogy nem, de ha neked más a tudatod, akkor nem tud használni. Ez olyan, mint hogy Isten fog, van a tested, és akkor a régi tudatod ott van. Az ördög a régi tudatod gyömöszöli bele, és is azt, hogy új tudatod legyen. És amilyen a szoftver, azt tudja csak a számítógép csinálni. A szoftveredet le kell cserélni. Új szoftver kell. Ne frissítsd, ez más szoftver. Ezt le kell törölni az előző szoftvert. És újat kell telepíteni. A régi szoftvereddel kék halál van állandóan. Nem veszed észre, hogy lefagysz egy csomószor. Ez azt jelenti, hogy rossz a szoftver. Újat kell telepítened. Most történik a telepítés rajtam keresztül. És látod, azt mondja utána 14. verszak, hogy mert a bűn ti rajtatok nem uralkodik. De te azt mondod, de hát tapasztaltam, hogy uralkodik. Na, várj egy kicsit. A pszichikai ember számára a bolondságok az Istenek a dolgai. Itt azt mondja Isten igéje, nem uralkodik. Én meg inkább hiszek az Isten igének, mint a tapasztalatnak. A bűn én rajtam nem uralkodik. Ezt ugyanúgy meg kell vallanod. A bűn én rajtam nem uralkodik. Miért? Mert ezt tapasztalom? Nem! Hanem azért, mert Isten igéje mondja ezt. És ha még ezt is tapasztalnám, akkor sem azért hiszek ebben, hanem azért, mert Isten igéje mondja ezt. És nem azért, mert tapasztalom. Mert miért a tapasztalatba hinnék, az már nem hit lenne. Az már nem működne. Ezért sokan ember ezért a gyógyulást is, meg az anyagi dolgokat ott veszíti el, hogy elindul az áttörés, ugye? Ezt még egyszer hagyj ismételjem meg, múltkor is beszéltem erről, hogy elindul az áttörés, a fordulat, addig hisz, amely Isten igébe ez van benne, és akkor megtapasztalja, hogy megkönnyebbül a bajából, megtapasztalja, hogy fordulat áll be az életébe, utána ugyanúgy hiszi, de akkor már a tapasztalat miatt hiszi, és innentől kezdve az ördög bejön az életébe, mert az ördög csak azt a hitet nem tudja kikezdeni, ugye, mert az a hit győzte le a világot, ami a bibliai hit, ami Krisztusban van, az pedig az igébe vetett hit, és nem a tapasztalatba vetett hit. Tehát csak egyfajta hit az, ami legyőzi a világot és az ördögöt, és nem engedi meg az ördögnek a befolyását az életedbe, az amikor az igébe van a hited. Miért az igének a dolgai elkezdnek megvalósulni az életedbe, a te tapasztalatodra nézel,
és a tapasztalatod miatt hiszed azt, amit hiszed, és nem az ige miatt, akkor innentől kezdve bejön az ördög, és elveszi még azt is, ami addig kiépült az életedbe. Ezért vigyázni kell, hogy ez ne történjen meg. Oké, 14. verszak. Mert a bűn ti rajtatok nem uralkodik. Miért nem uralkodik a bűn rajtam? Miért? Mert nem a törvény alatt vagyok. Tehát nem a törvény alatt vagyok, hanem a kegyelem alatt. Tehát a kegyelem alatt. Ez azt jelenti, hogy kegyelem alatt lenni, ez is egy nagyon jó téma. A kegyelem meg a törvény. Tehát itt azt mondja Isten igéje, hogy nem a törvény alatt vagyok, tehát engem nem az befolyásol, hogy mit csinálhatok és mit nem. Mert ez törvény. Tehát hogyha az befolyásol, hogy mit csinálhatok és mit nem, akkor a törvény, tehát a ne csináld, az a törvény uralma alatt lennék. De mihelyt a törvény, az amikor én küzdök a bűnnel, akkor mit csinál a törvény? Mit olvasunk Pál apostol, mit mondok a korintusi levélben a törvénnyel kapcsolatban? Azt mondja, hogy a bűn ereje a törvény. Hoppá! Tehát én elkezdek harcolni a bűnnel. A törvény az a bűnt elkezdi energizálni és megerősíteni. És ahogy elkezdem használni a törvényt úgy, hogy leszeretném győzni a bűnt azzal, hogy ne csináld, azt veszem észre, hogy a bűn annál erősebb lesz. És a bűn is, a törvény, úgymond a bűn mellé áll ebben a harcban, és most már ketten harcolnak ellenem. És legyőznek. Tehát ez az, amikor a bűn ereje a törvény, és a törvény uralma alatt a bűnnek szolgálok. Mert a törvény a bűn ismeretért adatot, és nem a bűn legyőzéséért. Értitek? Tehát azon keresztül a bűn tudom megismerni, de az ettől mást nem tud csinálni a törvény az életemben. Meg a Krisztus pontosan ezért tud vezérlőmester lenni, mert ugye bejött a bűn, vagy bejött a törvény, a bűn elkezdett megsokasodni, ugye? És az emberbe, ha normális, azt mondja, Uram, válts meg ebből az állapotból. De ugye a farizeusok meg mit csinálnak? Azok meg elkezdik a törvény cselekedetei által, le akarják győzni. És ugye erre mondta Jézus, hogy akik vakok, ne lássanak. Ugye megkérdezték, hogy akkor mi is vakok vagyunk, ugye mondják a farizeusok Jézusnak. És mondja Jézus, azért jöttem, hogy akik azt mondják, hogy látnak, azok ne lássanak, és akik vakok, azok meg lássanak. Tehát, hogy nem lehet a törvény által legyőzni a bűnt, csak a messiás tudja legyőzni a bűnt. És ő le is győzte a bűnt. És mi pedig azonosultunk vele a halálával, az eltemetetésével, feltámadásával, és mi ezért tudjuk legyőzni a bűnt, mert azonosultunk vele. Ez a kegyelem. Ez az, a kegyelem az, hogy nem cselekedetekből, nem érdemekből, hanem átadatott nekünk az igazság, Jézus Krisztusnak a ruhájába öltözhetünk fel, és ez az, amiért legyőzhetjük a bűnt az életünkbe, mert a kegyelem az azt okozza, hogy ez az egész folyamatok, amik itt vannak, ez az egész szellemi háttér, amikor a kegyelem működik, akkor ezt kezdi el erősíteni benned, a te személyedben, a te lényedben, bensődben, személyiségedben. És ahogy megerősödik, legyőzöd a bűnt. Nem szolgálsz a bűnnek. Te uralkodsz a bűn fölött. Van ilyen embere. Ez kegyelem alatt kell lenni. És a kegyelem az nagyon jó. Az Isten igéről azt olvasjuk, hogy a kegyelem, hogy a efézusiakat, azt mondja Pál apostol, az abcselben az van, hogy rábízták az embereket, az ő kegyelmességének az igéjére bízták az embereket. Hogy a kegyelem szabaduljon fel az embereknek. És ahogy fölszabadul a kegyelem, az emberek elkezdenek uralkodni a bűn fölött. A kegyelem nem az, hogy annál több bűnt követsz el. Az nem kegyelem. Az más. Az félreérted az egészet, ha te azt gondolod, hogy a kegyelem az, hogy elkövetsz bűnöket, aztán megbocsátja Isten. A kegyelem nem ez. A kegyelem az, hogy nem követsz el bűnöket. Úgy működik a kegyelem, hogy nem követsz el bűnöket. Látod, egészen más.
Mert te úgy kerested eddig is, hogy bocsássa meg a bűneidet. De hát, hogy csak ennyi, hát ez nem a kegyelem. A kegyelem az, hogy Isten megbocsát, és utána meg te uralkodsz a bűn fölött. Ezért mondta az asszonynak is, amikor kegyelmet kapott például a házasságtörő asszony. Eredjel, többet ne vétkezzél. Miért? Mert kegyelmet kapott, és a kegyelem az nem egy ilyen, olyan volt, hogy na, asszony, vádol valaki? Nem. Jó, én sem vádolok, menjél el, többet ne vétkezz. Nem erről van, de nem így erről van szó, hanem arról van szó, hogy kegyelmet kapott az az asszony, és a kegyelem hatására nem követett el több házasságtörést az életébe. Értek? Nem az történt utána, hogy elment megint házasságot, hogy megint kapott kegyelmet. Hogy újra házasságot. Hát ez a kegyelemnek a kihasználása. Hát ez az, amire azt mondja Judás, meg Péter apostol, azt mondják a leveleikben, hogy vannak olyan keresztények, testi keresztények, most nem akarom azt mondani, hát, de enged rá utalni, hogy a pokolba kerülnek, vagy ugye kétszer meghaltakká válnak, akik az Istennek a kegyelmét bujálkodásra használják. Tehát, hogy tehát innen látszik, hogy az, aki rosszul értelmezi a kegyelmet, az azt gondolja, hogy azért van a kegyelem, hogy ő újabb bűnöket kövessen el. Tehát a kegyelem nem ezért van, hanem a kegyelem azért van, hogy ne kövessél el több bűnt. És azt mondja itt, hogy kegyelem alatt. Mit is tehát? Hát ugye ugyanez merül föl, ahogy itt a következő verszak. Mit is tehát? Vétkezzünk, mivel nem vagyunk a törvény alatt, hanem kegyelem alatt. Távol legyen. De ugye a kegyelem az olyan felszabadulást okoz az embernek, hogy tényleg felmerül ez a kérdés benne, hogy most akkor lehet vétkezni? Ameddig nem jutsz el odáig, hogy ez a kérdés felmerül benned, addig még nem ismerted meg a kegyelmet. Tehát amikor a kegyelem annyira, tehát megismered, hogy igazából mi az Istennek a kegyelme, akkor eljutsz egy olyan kérdés, felmerül benned, hogy akkor most lehet vétkezni? Azt csinálhatok, amit akarok? És így azt mondja Isten igéje, igen, azt csinálhatsz, amit akarsz, de nem vétkezel. Ez nagyon nagy dolog. Tehát eljutni idáig, amikor az ember, tehát ez szinte, az ember belegondol, ilyen pedig az lenne a normális, hogy állandóan ebben élni. De tudod, sokszor az elején, tudod, így megérinti ez az embert, aztán vissza, aztán megint eltelik egy kis idő, aztán megint előjön neki, de emberek, azt kell elérni, hogy folyamatosan ebben az állapotban lenni. És ez nem azt jelenti, hogy vétkezel, hanem folyamatosan nem az, hogy persze utána már nem fog az fölmerülni, hogy most akkor lehet vétkezni, mert tudod, hogy nem lehet. De ez egy olyan szint, tehát ez olyan szellemi szintet érsz el, ahol a tagjaidban, a fizikai testednek a szellemi folyamatai változnak, ahol teljesen megváltozik a gondolkozásmódod, ahol krisztusi emberként tudsz élni, és közvetíted Krisztust az embereknek. Ahogy mondta Pál apostol is a korintusiaknak, hogy a halandó testemben a Krisztusnak az élete látszódjon meg. Tehát, hogy akik a környezetemben vannak, emberek, azok igazából a Krisztussal találkoznak. Ez a szent az üdvösségnek az elérés. És erre mondta az, hogy megdicsült örömmel örvendeztek, meg elértétek a hitetek célt, a lelketeknek az üdvösségét. És oké, ez eddig a negyedik kérdés volt. Még két kérdés van. 16. vers a következő kérdés. Vagyis következő, amit tudnunk kell. Avagy nem tudjátok. Látod, megint azt mondja, nem tudjátok. Mi az, hogy nem tudjátok? Azt mondja, hogy akinek oda szánjátok magatokat szolgákul az engedelmességre, annak vagytok a szolgái, akinek engedelmeskedtek, vagy a bűnnek a halálra, vagy az engedelmességnek igazságra. Hála az Istennek, bűnszolgái voltatok, de szívetek szerint engedelmeskedtetek a tudomány azon alakjának, amelyet adattatok. Felszabadulván pedig a bűn alól. Tehát most mi történik, most milyen állapotban vagy? Föl vagy szabadulva a bűn alól. Ez olyan, mint amikor a sátán
Tudod, volt az Egyesült Államokban, ugye, amikor rabszolgasság volt, és kihirdették, tehát kihirdették azt, hogy eltörölték a rabszolgasságot. És voltak, akik elmondták ezt a rabszolgáiknak, de voltak olyan gazdák, urak, akik nem mondták el. És gondold el, hogy úgy rabszolgáltak az emberek, tehát a gyakorlatban rabszolgáltak, miközben a törvény szempontjából már nem kellett volna ezt csinálniuk. Ez az egyik. Tehát, hogy nem is tudtak arról, hogy ők már nincs olyan nagy rabszolgasság. A másik pedig az, amikor tudtak róla, hogy felszabadultak, de az uraik nem akarták, a törvény ellenére nem akarták szabadon engedni őket, és nekik ki kellett vívniuk a szabadságukat. Most gondold el, hogy azt mondja itt az ige, hogy felszabadultál a bűn alól. De az ördög ezt nem akarja tudomásul venni. Amit az előbb elmondtam nektek eddig, erről az ördög nem akar tudomást venni. Ő befogja a fülét, és azt mondja, nem akarom ezt hallgatni. Nem akarom ezt. Nem akarlak fölszabadítani. Nem akarlak elengedni téged. Te a kezeim közé kerültél egyszer, és én mindent elkövetek, hogy itt is maradjál. Addig, ameddig Istennek az ereje odajön az életedbe, hatalmat ad, erőt ad, azt mondja Jézus, hatalmam van mennyen és földön. Ti pedig menjetek, és hirdessétek ezt az evangéliumot. És utána azt mondja Jézus, hatalmat adtam, hogy kígyókon, skorpiókon tapossatok, és az ellenség minden erején, és nektek semmi nem árthat. Az egyháznak megvan az a hatalma, hogyha az ördög nem akarja ezt az igazságot elfogadni, akkor pedig rá fogjuk kényszeríteni. Akár akarja, akár nem akarja, akkor is rá kényszerítjük. És igenis az lesz, amit az ige mondott, és nem az, amit az ördög akar. A beteg vagy az ördög azt akar, hogy belehalljál abba. De Isten azt mondja, meggyógyítottalak. Jézus sebeivel meggyógyultál. És rá kényszerítjük az ördögre. Meggyógyulsz! Megszabadulsz! Mert ez már a tied! Isten azt mondja, hogy ugye az odaszánás, amit mondja, hogy nem tudjátok, hogy akinek odaszánjátok magatokat. Látod, ez a kegyelem. Hogy itt nem arról van szó, hogy nem szabad vétkezni. Ez nem a törvény. Itt nem arról van szó, hogy ne csináld, ez nem szabad. Itt arról van szó, hogy emberek, bármit megcsinálhatsz, de tudd meg, hogy akinek odaszánod magadat, annak leszel a rabszolgája. Ha bűnt fogod tenni, akkor olyan erőket szabadítasz magadra, ami a sátánnak az erői. Átkokat szabadítasz magadra, démonokat szabadítasz magadra. Itt nem arról van szó, hogy nem csinálhatod az új szövetségben. Csináld, de annak meg fogod látni, hogy milyen romboló hatása van az életedre. És inkább ne csináld, tehát ez inkább azt mondjuk, hogy ne csináld, de ezt a kegyelemből mondom neked, hogy ne csináld. Nem a törvényből, hogy milyen ítéleted lesz emiatt. Az automatikus. Erről már van kijelentés. Erre mondta János apostol, nem új parancsolatot mond. Mert a parancsolat az megvolt már, ismerték már a parancsolatokat. Tudták, milyen hatása van. Nézd meg Izrael történetét, hogy amikor figyelmen kívül hagyják Istennek a tanácsát, és elkövetnek bűnöket, nézd meg az egész Izraelnek a történetét, hogy miben vannak benne. Ez a bűnnek a hatásai. És ugyanez lesz neked is a hatásod. Nehogy azt hitt, hogy te azt gondolod, hogy csinálhatod, és akkor nem lesz semmi hatása. A bűn az ajtód előtt leselkedik, és vágyik rád. És elkezded csinálni, akkor itt azt mondja Pál apostol, nem tudod, hogy akinek odaszánod magadat,
az az erő fog uralkodni rajtad? Annak leszel a szolgája? Hát akarsz az ördögnek a szolgája lenni? Hát a kegyelemet azért adja Isten, hogy az ördög szolgáivá váljunk? A bűnnek a szolgáivá váljunk? Ez kizárt dolog. Ezért sürgősen térj meg! Sürgősen hagyd ott azokat a dolgokat, amiket el kell hagynod, és szánd oda magad az Isten keresésére, Isten követésére. Tehát ez a következő, az ötödik ilyet, amit tudnunk kell, hogy akinek oda szánjuk magunkat, tehát a cselekedeteinknek következményei vannak. Vagy testi, hogy amit Pál apostol mondta a Galatákhoz írt levélben, hogy a testnek vetünk, a testből aratunk veszedelmet, vagy szellembe vetünk, és a szellemből aratunk örök életet. De mindig van hatása a testi cselekedeteknek. És ezért, mivel hogy előtte azt magyarázta végig Pál apostol, hogy felszabadultunk ezek alól, ezért az odaszánásunkban nézzük meg, hogy tudatosan kinek szánjuk oda magunkat. És igazából az utolsó, a befejezés, az ugye a hetedik fejezetnek az első verszakában van, illetve itt is még ugye nagyon sok minden van, csak hát ez nézzük meg a hetedik fejezet első verszak, és ez a hatodik olyan dolog, amit tudnunk kell és ismernünk kell. Nézzük, mit mond, avagy nem tudjátok-e, atyám fiai, mert törvény ismerőkhöz szólok, hogy a törvény uralkodik az emberen, amíg él. A férjes asszony, amíg él a férj, ehhez van kötve törvény szerint, de ha meghal a férj, felszabadul az asszony a férj törvénye alól. Azért tehát az ő férjének életében paráznának mondatik, ha más férfihoz megy. Ugye? Tehát tényleg így van, hogy a törvény köti. És azt mondja, hogy ha más valakihez megy, akkor parázna, házasságtörő asszony az. És azt mondja, ha azonban meghal a férje, akkor szabad lesz a törvénytől, tehát nem lesz házasságtörő, hogyha más férfihoz megy hozzá. És figyelj most, azt mondja a negyedik verszak, azt mondja, azért atyám fiai, ti is, és most mondja, hogy velünk mi történt, mert azért mondta el ezt a példát a törvénnyel kapcsolatban, mert ez velünk is ez történt. És mi így gondolkozzunk, hogy velünk is ez történt, hogy meghalt a régi urunk. Meghalt a régi férjünk. Ez az óember. És most már új emberünk van. És ugye most itt a hetedik fejezet a testtel kapcsolatban írja le az embernek a belső hozzáállását. Tehát most a testi oldalról megközelítve, tehát most nem mint szellemi ember írja ezt, hanem a testi oldalról megközelítve írja, ezért mondja a törvény, tehát ezért kezdi a törvénnyel, mert ugye a törvény a testnek lett. Tehát nem a szellemi embernek van a törvény. Isten nem az új embernek adja a törvényt, az új ember nem vétkezik. Tehát a testnek adja a törvényt. És figyelj, mit mond negyedik verszak? Ti is meghaltatok a törvénynek Krisztus teste által. Tehát amikor Krisztus meghalt, és én azonosultam vele a halálban, a vízkerességben az ő halálával azonosultam, azt mondta, hogy a Krisztus teste által, hogy legyek másé azé, aki a halálból feltámasztatott, tehát az új ember. Tehát most nem a szellem oldaláról mondja ezt Pál apostol, tehát most nem a szellem nézőpontjában vagyunk, hanem ugye a szellem, lélek, test. Most a test és a lélek szempontjából mondja el, hogy meghalt a régi férjünk, tehát a lelkemnek, tehát ez az óembere volt a lelkemnek és a testemnek, és azt mondja, hogy most már azé vagyok, aki föltámasztatott a halálból. Tehát ez egyrészt Krisztus, másrészt viszont az új emberem, az új természet, az új ember az, aki a feltámadással létrejött bennem. És azt mondja, hogy én most már azé vagyok, hogy legyek másé, azé, aki a halálból feltámasztott, hogy gyümölcsöt teremjek az Istennek. Tehát az én lelkem, az érzelmeim, gondolataim, értelmem, testem, tagjaim akkor tudnak gyümölcsözőek lenni, hogy a tudatában vagyok, hogy én az új emberemhez kötődök.
És ez nem tudom, hogy értitek-e, tehát most nem egy túl nagy csavart tettem ebbe bele, de ezt nem én tettem bele, mert Pál apostol egyértelműen a törvény oldaláról közelíti meg, és a test oldaláról közelíti meg ezt a dolgot. És Isten azt mondja, hogy a új, tehát azé vagyok, tehát aki én meghaltam, eltemetettem és feltámadtam. És azt mondja, hogy az én testem, lelkem, az nem ahhoz az emberhez kötődik, aki meghalt és eltemetetett, hanem az újhoz, aki feltámasztatott. Tehát aki életre kelt, ez az új természetem. És miért mondom ezt? Azért, mert mi a lelkünkkel, a testünkkel, lelkünkkel, a szokásainkkal, gondolkozásmódunkkal, viselkedésünk, az ahhoz igazodott, a lelkünk és a testünk, ahhoz az óemberhez igazodott, aki meghalt, de a szokásai, a különböző dolgok, függőségektől kezdve bármi, az már kialakult a lélekben és a testben. Értitek? És meghalt az óember, de ettől függetlenül, ami kialakult a lelkembe és a testembe, az nem szűnt meg automatikusan az óembernek a meghalásával. És amire mi azt gondoljuk, hogy az óember, az gyakorlatilag nem az óember, hanem amit az óember hátrahagyott. A lelkünk és a testünknek a szokásai és a viselkedései, minták, gondolkozás minták, meg ilyen dolgok. Ez úgy képzeld el, hogy hát most, ahogy tényleg ő is leírja, hogy ez milyen. Ez olyan, mint amikor ne történjen meg senkivel közöttünk, de ez olyan, mint amikor meghalt valakinek, együtt élt mondjuk 20 évig, 30 évig valakivel, meghalt az ember, hozzámegy egy másikhoz, de a minták azok ugyanazok, mint az előző férjel kapcsolatba. De az már jó, értitek? Tehát az új, az már jó, az abszolút tökéletes, abszolút igaz, és a többi. De mégis a viselkedésben nem tud automatikusan a viselkedésben megváltozni, hanem mégis úgy gondolja, hogy ja, azt gondolja az új férj, ahogy a régi gondolkodott. Miközben az nincs is így. Nem tudom, van-e ilyen veletek, akivel ilyen történt, mondjuk, hogy vagy elvált, vagy újraházasodott, és hogy tört, tehát hogy tényleg ez ott vannak-e benne a régi minták? Van ilyen? De nyugodtan mondjál, tehát ne legyél szégyenlős ezzel kapcsolatban. Tehát most nem azért, mert akarunk szégyenlőni, ki az, aki elvált, meg újraházasodott, meg vagy új férjel él. Hát érted, az igében, de hát, tehát ne úgy néztek el, mintha nem így lenne, amit mondok. De hát a régi minták ott vannak, emberek. Na ez van bennünk, hogy amikor meghalt az óemberünk, és az új teremtések lettünk, a lelkünkben meg a testünkben, a régi minták ugyanazok, mint amikor a régi volt. És ez a megdöbbentő, ez a harc igazából, hogy a réginek a mintája szerint. Ez olyan, mint amikor berendezték a régi tehát mit szeretett. És akkor amit szeretett, úgy van berendezve a lakás, tárgyak, bútorok, és a többi, és a többi. És bejön az új, de ő neki már más az egész, de a berendezés, a tárgyak, az minden a régi. És ilyen időszakban, ha bejön valaki más, az még azt gondolja, még mindig él, aki nem tudott róla mondjuk, hogy meghalt a régi, az azt gondolja, hogy még mindig él a régi, mert minden más hasonlít ahhoz, ahogy szokott lenni, amikor ő élt. Na, ilyen van bennünk. Tehát ez az, amikor a tudatunkkal elkezdődik a változás ennek az egésznek, mert a berendezési tárgyak, a magatartások, a minták, a gondolati minták, a magatartás minták, a vágyaink, a kívánságaink, azok nem változtak semmit. Az olyan, ahogy a régihez, amit a régi kialakított, úgy van a lelkünkben, a testünkben, a vágyak, kívánságok, minden ilyesmi. Értitek? És ezért van az, hogy ez a kettősség, de ez nem kettős tudat, hanem ez kettősség, hogy ezt a mintát kell megváltoztatni. És ez a lelkünknek a megújítása és az üdvösségre való jutása, hogy most már más szellem van bennünk, most már új ember vagyok, és ezért a régi magatartás mintáimat megváltoztatom, kidobom a szemétbe az, ami nem kell, és egy új berendezési tárgyakat hozok,
és egy új életet alakítok ki. Mert új emberem van. De ez automatikusan ez nem látszik. Értitek? És azért mondja azt, hogy mert mikor testben voltunk, a bűnök indulatai a törvény által dolgoztak a mi tagjainkba. Tehát amikor az óemberem működött, akkor a testemben a bűnök indulatai működtek a testemben. Tehát ezek a szellemi folyamatok működtek bennem állandóan. Mit csináltak? Gyümölcsözzenek a halálnak. És nézd meg, most, azt mondja, most, tehát most nekem így kell gondolkoznom, hogy most megszabadultunk a törvénytől, tehát a bűn uralma alól kiszabadultam, és mit mond? Minek utána meghaltunk arra nézve, tehát a Krisztusnak a kereszthalála miatt, és azt mondja, amely által lekötve tartottunk, hogy szolgáljunk a szellem újságában, tehát új dolog van, totál újdonság van, és azt mondja, hogy és nem a betű jóságában. Tehát miről van szó? Arról, hogy most a szellemnek a szolgálata van, most már a szellemem az új szellem, és most már a lelkem és a testem az a szellemnek, az új szellememnek a szolgálatában áll. És ezt tudatosítanom kell magamba, hogy a lelkem és a testem, lehet, hogy ők automatikusan nem akarnak, mert nem nincsenek hozzászokva ez az új helyzethez, de a tudatommal, a gondolataimmal tudatosítanom kell azt, hogy mivel hogy most már meghalt az, és felszabadultam a törvény szempontjából is ebből az egész kötődésből, a lelkem és a testem is ettől a kötődéstől felszabadult, ami az óemberemhez kötődtek, most már alkalmassá válnak a szellememnek a szolgálatára. Tehát a lelkem és a testem a szellememnek a szolgálatába tudnak állni. Nem jó? Nem jó hír? És azt mondja, hogy ezt tudatosítanom kell magamban. Tehát ez a hat dolog az, amit Krisztusban tudnunk kell, és ezt nagyon mélyen be kell véstnünk magunkba, ezt ismételgetnünk kell, megvallanunk kell ezeket a dolgokat, és teljesen ezt magunkévá kell úgy tennünk, hogy hozzá kötődjön a gondolataink, minden ehhez, és az érzelmeink is ez szerint legyen, minden ez szerint legyen, és meglátjátok, hogy utána a keresztény élet, a Krisztusi élet, az egy nagyon nagy szabadságot ad arra, hogy befussd a pályádat, és előre tudjál haladni. Köszönöm a figyelmeteket, köszönöm, meghallgattatok, és ez az új teremtések vagyunk. Halleluja! Halleluja! Jó az Úr, nem? Nagyon nagy kincsek vannak az igében. Nagyon jó.